Mindenkinek azt javasolnám, hogy azokat az internetes oldalakon talált recepteket használja, mely oldalakat sokan látogatnak, illetve sok kipróbált recept van fent. Ezeket általában onnan tudjuk lemérni, hogy sok ételfotó, esetleg videós receptek vannak fent. Amire nagyon figyeljünk, hogy a megadott adagszámhoz megfelelő mennyiségek legyenek, ne legyenek elütések. Ha például egy 4 fős családra szeretnénk főzni, akkor arra ügyeljünk, hogy nagyjából egy 60-80 deka hús legyen a receptbe, ne pedig 160 deka vagy ettől több. Tehát ezekre az arányokra próbáljunk meg odafigyelni, és innen ki lehet szűrni, hogy ezek a receptek valóban kipróbált, bevált receptek, úgyhogy ezeket mindenképpen tartsuk szem előtt. Nagyon sok olyan oldal van, amit kevesebben látogatnak, vagy már másolt recepteket tartalmaz, és a másolt recept recepteknél előfordul az, hogy van benne elütés, helyesírási hiba. Ahol esetleg már sok a helyesírási hiba, ott érdemes gyanakodni arra, hogy nem biztos, hogy klaffolni fog az a recept. Én pedig most készültem egy nagyon finom rozmaringos kacsamellel, egy petrezselyen pürét fogunk hozzá készíteni, és egy áfonyamártest, ez egy nagyon finom, egészséges karácsonyi étel lesz. Első lépésként ehhez az ételhez a köretet kell előkészítenünk, be fogjuk rakni a petrezselyem gyökeret sülni, ehhez meg kell tisztítanunk, sózzuk, borsozzuk, és egy szilikon lapon behelyezzük sütőbe sülni, 175 fokon, körülbelül 35-40 percig sütjük. Miután a petrezselyem gyökeret beraktuk sülni, hozzáláthatunk a kacsamellnek az előkészítéséhez, saktáblaszerűen bevagdossuk, ezután sózzuk, fűszerezzük, és egy picit hagyjuk olajba állni. Kacsamellet bepácoltuk, behelyezzük hűtőszekrénybe, ahol körülbelül 2-3 órát is hagyhatjuk állni. Az a legjobb, hogyha egy egész éjszakát bent van, és átveszi a kacsamell a rozmaringnak a finom ízét. Van időnk elkészíteni a mártást, ami egy áfonyamártás lesz, lássunk hozzá. Az áfonyamártáshoz friss áfonyát kell használnunk, mézet fogunk felforrósítani, beleöntjük az áfonyát, hagyjuk egy picit felforni, ezután a hideg vajat rádobáljuk, ez fogja a mártásunk sűrűségét adni, sóval egy csipetnyi borssal, őrölt szegfűszeggel fogjuk ízesíteni, jól szétfőzzük az áfonyát, ezután a szemes megmaradt áfonyát beleszorjuk, és kész is van a mártásunk. A rozmaringos pácban élelt kacsa mellett felforrósított serpenyőben süssük körülbelül 5-6 percig, méghozzá úgy, hogy a bőrös felét lefelé helyezzük a serpenyőbe, picit megpirítjuk, hogy szépen bepirosodjon, ezután megfordítjuk, saját zsírjával picit locsolgatjuk, majd 5 percre előmelegített sütőben 160 fokra betesszük, és hagyjuk egy picit regenerálni. A sütőben megsütött petrezselyem gyökeret le kell pürésítenünk egy turmix gép segítségével. Vajjal kell kihabosítanunk, pici zöld fűszerrel, petrezselyem zölddel és négylénggel tudjuk ízesíteni. Elkészült ez az incsiklandó fogás, melyet akár 60 perc alatt el tudnak önök is otthon készíteni. Bízom benne, hogy elnyerte tetszésüket, készítsék el önök is, kellemes ünnepeket kívánok!